Kapcsolunk egyet, méghozzá Kovács Erikhez, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatójához. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Vezérigazgató úrral hosszan beszéltünk itt a Balatonról, Balaton turizmusáról. 27-28-29 fokos már a Balaton, tehát meglehetősen meleg, úgy is mondhatni, hogy felfor. Nagyon melegek a tengerek is, az Adria is. Mi zajlik az időjárásban? Az a tendencia, amit már körülbelül 20 éve mondanak a klimatológusok, illetve a tudósok, hogy a globális felmelegedés előbb-utóbb fel fog gyorsulni, és egy olyan szintet fog elérni, ami már nagyon jól érzékelhető minden ember számára, illetve minden ágazat számára, a mezőgazdaságtól a turizmuson át egyébként az egyéni szintekig. Most egyébként azt tapasztaljuk itt Kelet-Közép-Európában, illetve Dél-Európában, hogy a klímaváltozás következtében egyre erőteljesebbek a nyaranta felépő úgynevezett blokkoló anticiklonok, amelyek ezt a száraz, nagyon forró időjárást okozzák. Ez egyébként már tökéletesen beleillik a klímaváltozásnak az európai trendjébe. Ugye azt tudni kell, hogy a globális hőmérséklet emelkedésnél az európai emelkedés az kb. Két és félszer gyorsabb. Ez egyébként különösen nyáron, illetve télen érzékelteti legjobban magát. Ugye ezt láthatjuk is 2021 óta, hogy gyakorlatilag minden nyáron nincsen olyan nyár gyakorlatilag itt a Kárpát-medencében, amikor ne fordulna elő legalább 3 vagy 4 tartós hőhullám. És az összes klímamodell azt mutatja, hogy ez a jövőben még intenzívebbé fognak válni ezek a hőhullámok. Hogyha tudom, hogy nehéz dolog egy mérleget, azt kérni öntől, hogy egy mérleget vonjunk, de ha mindent összeteszünk, hogy télen kevesebbet kell fűteni, viszont nyáron többet kell hűteni, ha megnézzük a mezőgazdaságra gyakorolt hatását, jó vagy rossz ez nekünk? Hát a klímaváltozásnak vannak pozitív és negatív hatásai is. Például pozitív hatás, keveset beszélünk például pozitív hatásról, hogy itt a Kárpát-medencében egyre jobbak a szőlők, meg illetve a borok. Ez pont, hogy a klímaváltozásnak, a felmelegedésnek köszönhető, hogy itt a Kárpát-medencében, azonban is Magyarországon egyre jobb borok készülnek. Ez ennek köszönhető. Ez még körülbelül 2050-2060-ig kitart ez a tendencia. De mellette viszont ott van a többi negatív hatás, ugye, hogy egyre hosszabbak a hőhullámok, egyre enyhébbek a telek, nincsenek gyakorlatilag fagyok, ez miatt a mezőgazdaságnak egyre többet kell védekezésre fordítania, egyre több költsége van. Illetve ami nagyon fontos, mivel egyre több az energia a légkörben, ezáltal például a hőhullámokat letörő hidegfrontok, egyre erőteljesebbek ezek a betörő hidegfrontok, egyre erőteljesebbek a viharok. És különösen a hegyvidéki dombsági területeken pedig a villámárvizek egyre nagyobb problémát okoznak. Amellett, hogy ez az érdekessége a klímaváltozásnak, illetve a felmelegedésnek, hogy olyan szélsőségek jelentkeznek egyszerre egy időben, például az országon belül is, hogy még az országnak az egyik felén nagyon erőteljes aszály van, például az alföldi területeken, addig például a Dunántúlon vagy az északi megyékben meg nagyon erőteljes viharok vannak, és ezzel pedig ott a villámárvizek vagy a jégelverés okoz nagyon nagy problémát. Ez a lényeg a klímaváltozásnak, nem a hőmérséklet emelkedés önmagában, hanem a szélsőségeknek a gyarapodása. A természet védekező mechanizmusai, mintha elmentek volna aludni. Miért nem képesek, hogy mondjam, mérsékelni, hogy tompítani ezeket a hatásokat? Ugye a természet próbálja, ennek egyébként az egyik tompító hatása, hogy ő megpróbálja levezetni a felesleges energiáját, mert a természetben a fizika szabálya szerint ki kell egyenlítődnie magának a felesleges energiának, illetve le kell vezetődnie. Ezt a természet így oldja meg. De most nem látunk olyan negatív úgynevezett visszacsatolási mechanizmusokat, amelyek abban segítenének, hogy csillapodna maga a hőmérséklet emelkedése, ezáltal pedig a szélsőségeknek a szaporodása. Ennek az oka egyébként, hogy van egy természetes üvegházhatás, aminélkül nem lenne élet, de az ember nagyon-nagyon nagy mennyiségű úgynevezett melegítő gázokat juttat ki a légkörbe. Ez egyébként 4 ország tehet leginkább a klímaváltozáson. Minden ország tehet róla, de 4 nagy ország. Az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, illetve India. Őnáluk a klímapolitikájukban nem is látjuk egyébként arra a törekvést, meg a következő években, évtizedekben, hogy ők jelentősen csökkentenék a kibocsátásukat. Végeztek a tudósok egyébként olyan klímamodellezéseket, szimulációkat, amelyben azt nézték, hogy ha holnap leállítanánk az összes kibocsátást, akkor még meddig tartana a felmelegedés? Az még kb. 50-60 évig eltartana, mert már annyi üvegházhatású gáz van a légkörben. Szóval alkalmazkodni kell, ez a lényeg. Így van, az adaptáció a lényeg. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk. Köszönöm szépen.